Villain of the Year. Az év divat tervezője. Gyártanatok az év divat tervezője. Mégpedig Moises Dobrának. Gratulálunk a díjért, és mondd el, hogy kezdődött a karriered? Mikor született meg ez a dolog a fejedben, hogy te divattervező legyél? Ez egészen kiskoromban. Igazából a szüleim is iparművészek, apukám belsőépítész volt, anyukám is szabadúszó iparművész, úgyhogy is soha nem volt kérdéses, hogy milyen pályát választok igazából. És hol tanultad a szakmát? Hol végeztél gyakorlatokat? Külföldön, itthon, Magyarországon? A képzőművészeti szakközépiskolában érettségiztem, mint bőrdíszműves, és utána az iparművészeti egyetemen végeztem, mint ruhatervező, és ezen kívül a London College of Fashionben eltöltöttem egy szemesztert Erasmus fél évvel, vagy egy Erasmus ösztöndíjjal. Mi a jellemző a stílusodra? Milyen nőknek tervezel? Hát én mindig azt mondom, hogy így a tervezésem koncepció egy maga a női forma, tehát itt szeretem kihangsúlyozni a női vonalakat, így a karcsúderék, a vállakat, általában testhez állóak a ruháim, de mindig szeretek belevinni egy kis plusz, tehát nem annyira streetverek az öltözékeim, és picit mindig egy ilyen kicsit futurisztikus dolgot próbálok így belecsempészni a kollekciókba. A szakmai karriered szempontjából melyik volt a leglényegesebb esemény? Hú, hát ezt így nehéz megmondani, mert azért nem olyan régóta kezdtem ugye a pályafutásomat. 2008-ban diplomáztam, és így 2009-ben kezdtem igazából a saját brandemet építeni. Nagyon sok jó dolog történt velem az elmúlt egy-két évben, tehát egy volt divat bemutatom Texasban, részt vettem a Fashion Weekend, egy trade show New Yorkban, most a szeptemberi Fashion Weekend. Tyra Banks viselte az egyik ruhámat egy fotózás alkalmával, de Kanye West írt rólam a blogján, úgyhogy tényleg ilyen nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, ami ilyen nagyon pozitív és ilyen hirtelen jött. Úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok arra, amit ilyen kis idő alatt elértem. Mik a közeljövőbeni terveid? Hát most igazából az egy nagy előrelépés, hogy Abodi Dórival nyitottuk a közös showroomunkat a Rádai utcában. És hát a közeljövőbeli terveim az az, hogy igazából világszerte minél több helyen meg lehessen vásárolni a ruháimat. A további üzletek nyitásán gondolkodtok, vagy ez egyedüli tervet inkább? Hát a távoli tervekben szerepel az, hogy saját üzletnyitás a külföldön. Egyelőre az, hogy az úgynevezett ilyen concept store-okban szerepeltetni a ruháinkat, ahol ilyen több tervezőnek van ruhája. Milyen színek és milyen anyagok jellemzőek rád inkább? Hát ez igazából eddig nagyon jellemző volt rám a fekete szín és az ilyen éles vonalaknak a sziluettje. De most például kicsit kísérleteztem és a nyári kollekcióm az abszolút színes. Tehát eddig 90% fekete és 10% szín, és most ez abszolút megfordult, hogy 90% nagyon színes és 10% fekete. És az idei kollekciódat mi így látta? Hát a most aktuális nyári kollekciómnak a római légiós volt a koncepciója, amit ötvöztem ilyen nagyon pszichedelikus anyagokkal, nagyon színes, kicsit ez a technós világ ihletésű anyagok, de sziluettre pedig a római légiós viselete a jellemző.